Friss adatok híján hazánkban 300 ezerre tehető az Alzheimer kórban szenvedők száma. Írt Tatabányán egy fiatal ember, akinek édesanyja szintén ebben a betegségben szenved. Ő maga sokáig élt Angliában, onnan vette a példát arra, hogy Alzheimer Café néven klubot hozzon létre a betegek, illetve hozzátartozóik számára. Ez egy degeneratív betegség az Alzheimer-kor, illetve a demenciás megbetegedések, ami gyakorlatilag a szellemi leépülése, teljes szellemi leépüléshez vezet. A betegek elveszítik minden képességüket, abban, hogy gondolkodjanak, hogy cselekedjenek, és a betegség végére igazából tehetetlenek, nem tudnak semmit csinálni. Sajnos a betegség nem gyógyítható. Vannak gyógyszerek, amelyek lassíthatják a betegség lefolyását, de ez nem gyógyítható. A diagnózistól számítva kb. 6-10 év az átlagban a betegek életkora. Stigmatizálva vannak a betegek, és így a családtagok is szégyenlik, ugye, amit nem kellene, és háttérben vannak, beszorulnak a lakásokba, és nincs lehetőségük arra, hogy találkozzanak, hogy megismerkedjenek másokkal, egymástól tanácsot kérjenek, vagy a mások tapasztalataiból meríthessenek, hogy könnyebbé tegyék a saját és hozzátartozóik életét is. Külföldi példák vannak erre, és én ezt láttam Nagy-Britanniában, úgynevezett memória klubok, vagy Alzheimer Café néven is ismert összejövetelek vannak, amit havonta rendeznek meg, és ez gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a betegeknek, illetve a családtagoknak legyen lehetősége másokkal találkozni, szocializálódni tudjanak, mert ez szép lassan kiszorul az életükből, kirekesztetté válnak, tehát egy ilyen találkozó erre lehetőséget ad, szórakozni tudnak, és miután itt van egy szakmai háttér is, ezért hasznos tanácsokat is kaphatnak szakemberektől. Tervezzük azt, hogy elindítunk egyet itt Tatabányán. Ehhez a szakmai hátteret dr. Mód László, a Szent Borbála Kórház pszichiátriai osztályának főorvosa biztosítja. A helységet pedig a KERI, tehát a Vendéglátó Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szak Középiskola. Az intézmény vezetője rögtön adta magát arra a felkérésre, hogy ők legyenek a klub házigazdái. Egy civil kezdeményezés, egy olyan fiatalember keresett meg, akinek az édesanyja ebben a betegségben szenved, és győri mintára szerveznénk meg itt az Tatabányán is. Az iskola adja a helyet, ahol a betegek és hozzátartozóik havonta egy alkalommal egy kötetlen beszélgetésen tudnak részt venni, ahol nagyon járatos szakemberek tájékoztatást adnak a résztvevőknek, illetve az iskola diákjai pedig a közösségi szolgálat keretében vendégül látják a betegeket, hozzátartozóikat, kis műsorral kedveskednek, meghívjuk őket a KERI Galéria kiállításának megtekintésére. Tehát én úgy gondolom, egy hosszabb távú együttműködés fog megindulni, és szeretnénk támogatni azokat a betegeket és családtagjaikat, akik ebben érintettek.